Jól játszottak a magyar fiúk ezen a mérkőzésen, ők voltak a jobbak egy olyan csapat ellen, amelyik szinte csak védekezett. Felesleges kockázatot mégsem vállaltak a srácok, nagyon intelligensen, türelmesen játszottak. Keresték a megfelelő pillanatot és területet. Szerintem maximálisan megérdemelték a győzelmet. Persze meg kell nézni majd a csapatot egy kicsivel komplikáltabb mérkőzésen is, de láttam benne nagyon érdekes fiatalokat a jövőre nézve. Por ejemplo, például. Por ejemplo, hay tres o cuatro que llamaron la atención. Például 3-4 játékos hívta fel magára a figyelmemet. Becker például nagyon érdekes, de német is, annak ellenére, hogy nagyon keveset játszott. De ott van Komáromi, aki az első gólt szerezte, ráadásul nagyon szépet. Y otros también el Komáromi, que marcó el primer gol, él hizo un muy buen gol. Beszéltünk a mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, aki megemlített néhány nevet is, aki nagyon tetszett neki ezen a meccsen, köztük téged is. Ez hogyan esik ilyenkor? Hát ez hatalmas megtiszteltetés, hogy a felnőtt A-válogatott szövetségi kapitánya így megemlít. Hát ez hatalmas. Ez nem tudom feldolgozni. Ojalá sea así. Tenemos que ver cómo... Most ez egy jó korosztálynak tűnik, de meg kell néznünk, hogyan folytatják a fejlődést. Mivel 16 éves játékosokról beszélünk, rengeteg mindenben kell még előrébb lépniük. Fiatalok még, így az is előfordulhat, hogy valaki most kiemelkedik a többiek közül, de aztán ahogy megnő, ez a különbség el is tűnik. Viszont az biztos, hogy e meccs alapján, mert korábbi találkozóikat nem láttam, vannak érdekes játékosok a jövőre nézve.